Kezi csókolom a hölgyeknek, jó estét kívánok az uraknak. Nagyon örülök, hogy itt lehetek én is a szilveszteri rádió kabaré műsorban, mert hát nálunk ott szilveszterkor azért nagy hagyományai vannak a mulatozásnak. Nálunk is van konfetti, petárda, szerpenti, minden. Meg van vízben oldódó visli. Olyat szoktak főzni? Ugye, hogy én csak olyat tudok. Tehát amikor nekem már nagyon szétmálik, meg szétpukad, akkor én tésztaszűrővel szoktam kiszeregetni. És van ugye még egy dolog, ami nélkül én tényleg hát nem bírnám a szilvesztert, ugye az a kávé. Ne ijedjenek meg, ezt találtam ki, hogy most itt ilyen műsor közben főzök egy kávét. Itt. Aki a legjobban tapsol, annak majd odaadom, vagy nem tudom. Itt a kávéfőző. Ez volt Ildikes tafírungja, még az apjától kapta. Jó, belenyúltam, mi Ildikével? Neve is van. Úgy hívják Laci. És a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy ez a teljes nevén ugye a Szarvasi László, ugye a kotyogós csész és klasszik. Ez volt nekünk, meg volt egy ilyen hajdú centrifugánk. Ez a Zormótlan KGST Arturitú. Ja, hát nagyon hasonlít a róla elnevezett híres műsorvezetőre. Igen. Időnként még a mozgása is olyan, csak hogy nagyon megtömjük, akkor leerpül a teteje, mint egy frisbee. Na, szóval a kávéfőző története meg az, hogy hát Ildi, én főtettem, akkor is így előkészítettem a kávét, főtettem, Ildike bent teregetett a szobába, én meg így romantikusan így mögé kerültem, megdöntöttem őtet, mint részeg biciklistát a körforgalom. Nagyon boldogok voltunk, de Ildike így felsóhajtott, hogy jaj, Ricsi fiú, érzed ezt az égett gumiszagot? Na, mondom, érzem, Ildikém, de ne törődj vele, ha becsúszik a gyerek, hát a jó Isten úgy akarja. De abban a pillanatban eszembe jutott Laci. Kiszaladtunk a konyhába, hát igen, ugye ez vörösen ízott, hát ez a bakelites része ez itt akkor ellágyult, látják. Új év, új remények, rehabilitálom Lacit, és akkor így most így a rádió hallgatók előtt fölteszek egy kávét, ne? Hadd följön. Ilyen konyhai dolgoknál oda kell rá figyelni, mert múltkor éjszaka mentem haza, Ildike már aludt, én meg csináltam a konyhában ilyen Ricsi update kört. Csak így a hűtőből tudod, egy kis fasírt, egy kis savanyú, kis joghurt, nem csörgünk a tányérral, nem mikrózunk, semmi. Ildike azért másnap reggel, tudod, hogy sikerült jól laknod, Ricsi fiú? Na, mondom, miért nem alszik? Hát mondom, igen, Ildi, mondom, miért? És mit ettél? Hát mondom, egy kis fasírtot, kis ubisalit, ilyeneket. Igen? És íz lett az arcpakolásom? Hát, szóval, köszönöm. Jaj, nézem, jó van, Rezsó működik. Múltkor is kézzeljék, nagyon megbántottam Ildikét. Állítólag szotyisztam szex közben. Ilyeneket híreztel rólam. Az egész... Rágalom, nem igaz. Tök mag volt. Az is... Köszönöm. Az is csak igen, hát ugye... Na és hát ilyen kitanáltam, hogy megbékítem Ildikét, és mert tudtam, hogy mivel, mert mindig mielőtt elalszunk, kapcsolgatja a tévét, nézi a Jamie csodalámpa Olivert. Nézi, azt amikor vége van, akkor kikapcsolja, tudod, azt így korgó hasra, tudod, így befordul a felfele, hogy jaj, ki fog nekem egyszer ilyen finomat főzni? Jön a kávé. Jaj, valóban, Lacika első csepjei. Jaj, Istenem. Jaj, jó. Hú, már fújtat is. Na, gyorsan, akkor mondom tovább. Egyébként én miért nem sóhajtok Ildinek, tudod, hogy jaj, Ildi, ki fogja egyszer lebetorozni a kocsi beállót? Pihar. Na, mindegy. Mondom, megbékítem Ildit. Jamie Olivert letöltöttem a YouTube-ról, 30 perces kaja. Igaz, hogy ilyen olivabogyót, meg lime-ot, meg csecsebecséket, ilyen... Ezeket így iregyen találtam legközelebb 2,5 óra alatt, de mindegy. Hazavittem, robotgépe van az Olivernek, beleteszi az uborkát egybe, kiszedi felszeletelve. Ugye nekem tovább tart, mert én ugye megyek a deszkáért, a kötszerért, a késő. Na...
Belerakta az egészet a turmixgébe, ráöntötte a forró vizet, én is beletettem az egészet rá a forró vizet, leturmixolta én is, csak nekem szétrobbant ez a kínai turmixgép üvege, ott álltam szügyik pempősen, kivágtam magam, mondtam Ildinek, Ildike, szeretlek, főztem neked, finom, kóstold meg, csak nyard meg a falat. Na, jó van, na, gyorsan akkor leveszem, akkor töltök is egyet, itt a hölgynek, de át is adom, jó? Legyen a magáé, de figyeljen ide, mert nem csak ám úgy, mert én készültem. Azt mondja, itt van cukor, tejszín, kiskanál, nyugodtan, hát nézzenek oda, hát. Köszönöm. A csészét tessék egyedül majd visszaadni, mert azt otthon hoztam az ünnepi készletből, azt Ildike megöl. A kiskanalat elrakhatja, mert ezt én is a büféből kértem kölcsön. Azt már nyugodtan ellophatja. Na jó van, akkor mesélek a szilveszterünkről. Hát mi ott vidéken, ugye Szabolcsban, ahonnan én vagyok, hogy nagyon, nagyon szeretjük a szilvesztert. Van ott nekem egy kollégám, a Kopi. Róla már sokat meséltem, koporsó készítő vállalkozó. És ő nagyon imádja a szilvesztert, mert évekig volt neki egy foga, ami fájt. És tavaly a szilveszteri buliba verték ki neki, de hát... Ez még év elején volt, hogy a Kopi megkért, hogy legyek én az ő menedzsere. Mert hogy a temetőipar ugye kész, teljesen meghalt, és én ugye járom az országot, azt, hogyha látok valami jó fusit, akkor szóljak neki. Hát van a Kopikám, hogy nem nagyon szoktak meghalni műsor közben, szerencsére, hát nem tudok én ilyet, de belevágtunk a vattacukor bizniszbe. Ezt a Hajdú centrifugánkat félbeflexeltük. Szereltünk bele egy cekászt, azt bekapcsoltuk, fölízott, bepörgött, ott a Baromfi udvaron volt nálunk hátul a próbaüzem. Bedobtam egy marik cukrot, az úgy hányta magával a matériát, a tyúkok hordták szíje fele, mint a taknyot. Mondom, Kopi, mondom, meg lesz, mondom, hidd el, mondom, ezzel belendűsz, mint Tarzan a kötélen. De a Bakta Lóránt házi bucsúba a Kopi pont ilyen cukor után töltés közben meglökték hátulról. Beborított egy egész vödörrel egyszerre. Egy perc alatt bebábozódott. Próbálta kirágni magát, de ott a cigánykujják nem segíteni neki, akkor ott veszik. Na mindegy. De hát a legnagyobb szégyen az az volt, amikor rábíztam a Kopira, hogy csináljon élő Betlehemet a templom elibe. Főszórta a buszmegállót szalmával. Hozott egy bakkecskét pórázon, meg valami próbababát valami butikból. Az volt a Szűz Mária bikiniben. A kis Jézus az ilyen befásizott kerti törpe volt, lámpással a kezibe. A Kopi meg ült a padon, ilyen nagy subákba, ilyen bizsuk, meg klipszek, meg minden így rajta. Tök részegen. Én mondom a Kopinak, mondom, Kopi, te mondom, honnan gondolod, hogy így néz ki egy élő Betlehem? Azt mondja, hát olvastam. Mondom, mit? Hogy a királyok hoztak magukkal aranyat, mirhát, meg töményt. Olvasni sem. Hogy nem tanul meg rendesen, hogy tömjén. De hát most egy új dologba vágunk bele. Tényleg 2015 új év, új remények, úgyhogy parti traktor. Ez olyan, mint ez a sofőrszolgálat itt Pesten, csak ez nálunk sokkal jobb, mert ez úgy van, hogy egy traktor, egy pótkocsi, meg egy rekessőr. A kocsma, főtér, diszkó, Szent Háromságból ott körözünk, aztán akit találunk, biciklistől dobáljuk felfele. A kántor mondta, hogy ő eljön DJ-skedni, fölül a platóra, ott vannak ilyen Zsoltár Getta remixei, azt mondta, hogy az most mindenhol nagyon... Hát van elakadásjelző, diszkólámpánk, meg minden, tehát azért... És képzeljék, van egy ilyen karaoke számom is, ez direkt azért, hogy majd ott egy kicsi műsort csináljak neki, úgyhogy itt a hangosító urakat hadd kérjem már meg, hogy azt a CD-t, amit adtam, ilyen karaoke CD-t, azt tessék már elindítani. Így indul a traktor.
Ez a traktor biznisz nyomja neki. Dübörög a kémény, ez nem Suzuki. Nem ér le a spoiler, nincs is neki. A Zománc festék az eredeti. Az antennámon szponzor Tesco szatyor. Az alföldön én vagyok Pannándor. Meg nem állít csak egy Stalin szobor. Beindul az üzlet, megy az epor. A kátyúba dillek, belemegyek. Ezért nem vagyok éppen se beteg. Úgy közben én könnyen kifizelek. Légy óvatos, ha felé megyek. Hey, fújj a darudát. Az óra kakukkol. A konfetti egy hónap múlva is potyog majd a gatyából. Hey, fújj a darudát. Az óra kakukkol. A konfetti egy hónap múlva is potyog majd a gatyából. A biztonsági övnek semmi haszna. A gép zsírója, mint a cipőpaszta. A part is nyíl letámaszt a tempomat. S félre áll a tehervonat. A szélben lesz a haja, tiszta rasta. Úgy villanok be a trafipancba. Kipróbálom, milyen az ókropálya. Sosem megyek ki a külső sávba. Hey, fújj a darudát. Az óra kakukkol. A konfettin egy hónap múlva is potyog majd a gatyából. Hey, fújj a darudát. Az óra kakukkol. A konfettin egy hónap múlva is potyog majd a gatyából. Hát így lesz ez mi nálunk vidéken. Csak jöjjenek el oda hozzánk Szabolcsba. Annyi pókot kapcsolunk rá, amennyit csak akarunk. Boldog új évet kívánok mindenkinek, a viszontlátásra a Rizsi fiú voltam.